Szerda reggel diákok koszorúzták meg Implom József emléktábláját. Ezen a napon egy túra keretében reá is emlékezünk. A névadó tanár, helytörténész, nyelvész emlékét több programmal ápolták abban az iskolában, amelyben egykor tanított, és amelyet 1948-tól 63-ig igazgatóként vezetett. Implom József iskolánkban tanított, itt igazgató is volt, néptudománnyal is foglalkozott, régészkedett, újságírással is foglalkozott. A programok során fontos szerepet kapott a környezettudatos magatartás. Nem mai kényelmünket, hanem gyermekeink és unokáink élhető életét tartja szem előtt a vásárlásnál, az energiafelhasználásnál és szemétügyeinknél. Az egyéni felelősségvállalás fontosságáról is szót ejtettek a környezetvédelméről műsor adódiákok. A zenés torna már egyfajta bemelegítés volt a túra előtt. Iskolánk egyik alappillére a hagyományápolás, éppen ezért ennek a jegyében idén is megrendezésre kerül a hagyományosnak tekinthető Implom túránk. Ezen a napon kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra nevelésre, éppen ezért a több mint 650 gyereknek különböző túrákat szervezünk. Az alsósok szülővárosunk nevezetességeit tekintik meg séta keretében, a felsősök pedig kerékpártúrán postelekre mennek, és ott várják őket már előre megszervezett programok. Ez a tanév azért is fontos az iskola számára, mert tavasszal lesz 20 éve, hogy az intézmény felvette Implom József nevét.